Várkonyi Attilával és a 60-as, 70-es, 80-as évek legnagyobb retro slágereivel Magyarország legújabb rádiójában. Önök a Retro Rádiót hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb retro slágerek a 60-as, a 70-es, illetve a 80-as évekből. Nagyon kellemes estét és még kellemesebb rádióhallgatást kívánok. Az egyik legsikeresebb magyar labdarúgó, és szándékosan használom ezt a kifejezést, mert a játékvezetők is részét képezik a labdarúgásnak, mégpedig nagyon fontos részét, és bizony az utóbbi évtizedekben mondhatom, hogy csak játékvezetőink voltak ott a legnagyobb világeseményeken, Európa-bajnokságon, világbajnokságon, illetve a bajnokok ligájában. Ez alól üdítő kivétel volt a 2016-os év, amikor az EB-n láthattuk a magyar csapatot. Pul Sándor a vendég, nemzetközi labdarúgó játékvezető, ellenőr, sportvezető és televíziós szakkommentátor. Szervus Sanyi, jó estét kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat, hát elég szép volt a felvezetés, úgyhogy még végig gondolom, hogy melyik részére reagálok. Na menjünk sorba, jó? Kezdjük azzal, hogy mint játékvezető, ugye azt gondolná az ember, aki csak alacsonyabb osztályú mérkőzéseket néz, hogy a játékvezető az egyetlen, akit mindenki szid, mindkét szurkoló tábor, aztán persze nyilván, amikor már BL meccseket vezet, akkor már ez nagyon menő dolog, de addig el kell jutni. Te miért választottad ebben a magyar futball közegben ezt a szakmát? Nagyon őszinte leszek, édesanyám látott egy hirdetést, mert én elég korán megsérültem, megműtötték a térdemet, szomorú voltam, hogy nem tudok futballozni tovább, és látott egy hirdetést az újságban, hogy lehet jelentkezni játékvezetőnek, és mondta, hogy menj el játékvezetőnek, az is ott van a pályán, ha már nem tudsz futballozni, akkor próbáld meg ezt. Hál' Istennek hallgattam rá, hát akkor nyilván még az ember nem tudta, hogy ennek mi a vége. Elég sok viszontagságon átmentem, csak egy példát hagy mondjak, hogy augusztus 20-án vezettem az első járási másodosztályú bajnoki mérkőzésemet, 1970-ben is. Ez Heves megyében vagyunk? Nem, most? Ez Borsod megyében Borsod vagyunk, megyében ez egy Ónod-Varbó mérkőzés volt, ez két dologról híres. Ónod, az Habsburg háznak a trónfosztása, úgy ott történt, meg én ott vezettem az első meccsimet, úgyhogy ez a kettő dolog, és kerékpárral érkeztem, tehát azért ezt ne felejtsük ki, le kellett tekernem, meg vissza kellett tekernem, úgyhogy... Mesélj nekünk, milyen volt? Jól éreztem magam, kicsi voltam, 15 éves, egy hónapos, hatnapos, és igazából annyit hallottam, milyen faros lemezzel volt elválasztva az öltöző, és mondták, hogy ez kisgyerek, ezt hagyjátok, ezt ne bántsátok, ezzel nem kell foglalkozni. Nem is bántottak. Nyert 3-0 hazai, úgyhogy semmi gond nem volt, békében hazajöttem, akkor még nagy csindalatta bum volt, augusztus 20-án ökörsütés, sörívás, ami létezett, már mind nem nekem, hanem a felnőtteknek, és hazafelé, mikor tekertem a kerékpárt, akkor az volt a problémám, hogy sötét volt, és ha bekapcsoltam az áramfejlesztőt, a klasszikus nyelvén a dinamót, akkor az volt a baj, nagyon elfáradtam, mert nehéz volt hajtani, ha meg kikapcsoltam, akkor meg féltem, mert nem volt fény. Úgyhogy, de valahogy hazakecmeregtem. Ezt a dilemmát is megoldotta Pul Sándor, mégiscsak ő volt a világ legjobb játékvezetője, bár ez kicsit később derült ki vele kapcsolatban, és innen már azt mondhatom, hogy viszonylag egyenes út vezetett felfelé, legalábbis a játékvezetői ranglétrán idehaza. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk. A 60-as, 70-es, 80-as évek legnagyobb retro slágerei. Retro Rádió. Pul Sándor a vendégem, az egyik legismertebb magyar labdarúgó. Ti hívjátok magatokat egyébként labdarúgónak? Hát mi általában azt szoktuk mondani, hogy mi a labdarúgáson belül a szükséges rossz szárnyat képviseljük, amit általában nem szeret senki, meg nem is kell szeretni a játékvezetőket. A játékvezetőket el kell fogadni. Nyilvánvaló, ahol játék van, ott indulatok generálódnak, és a játékvezetőnek az a dolga, hogy ezeket az indulatokat, konfliktusokat megoldja. Nem egy egyszerű dolog. Családon belül, akinek vannak gyerekei vagy gyereke van, az tudja, hogy mindig, főleg ahol kettő van, ki kezdte, mindig mutogat a másikra, hát a futball körülbelül ugyanilyen. Csak ugye az a baj, hogy a játékvezető, amikor hoz egy döntést, ami ő szerinte akkor a legjobb döntés nyilvánvalóan, akkor az egyiktől elvesz, és a másiknak ad. Nyilvánvaló, ez indulatokat generál, nem különben a nézőkben is, ugye kint a nézőtéren, hát most már majd lehet egy új szegmensét szidni, az a videóbíró lesz, aki szobába el van bújva, és egy képről majd állást foglal. Hát azért egy picit árnyaltabb, bár ez a te szakmád, távol álljon tőlem, hogy beleszólok, de ott is a döntést a játékvezető hozza meg, ha én jól tudom. Tehát én azt szoktam látni, mert én csak ugye látom a folyamatot, hogy vannak a szobában, meg is van nevezve, hogy kik ülnek ott a szobában, ott megnézik sokszor, mondanak valamit, és leadják a képet a játékvezetőnek, és tulajdonképpen a végső döntést a játékvezető hozza meg, nem?
Ez abszolút így volna, csak ugye, ha minden szitút megnéznének, és ez le van redukálva, akkor nem tudnánk behatárolni, hogy egy mérkőzés meddig tart. Nyilván ez televíziós társaságok tekintetében elég bonyolult helyzetet hozna elő, hogyha meghatározhatatlan lenne, hogy 127 percig megyünk, mert most volt 14 problémás eset. Nyilvánvalóan az egy dologgal kell számolni, a videóbíró ajánlást tesz nyilván úgy, ahogy te elmondtad, viszont ha a játékvezető látta volna azt a képet, mint amit a videóbíró nem ajánlott neki megnézésre, akkor lehet, hogy ő mégiscsak megnézné, és akkor egy másik döntés hozott volna, tehát ez ettől sokkal bonyolultabb és árnyaltabb. Azért hagyj kanyarodjak egy gondolatig vissza a nyári világbajnokságra, mondjuk egy horvát ország, Franciaország döntőn csak 4 olyan kritikus dolog történt, amit a videóbíró finoman fogalmazva elrontott. Te akkor nem vagy videóbíró párti? Tévedés. Kérdeztem sem. Nem, mert én már mondom is. Én annak a pártján állok, ami a legoptimálisabb és a legideálisabb döntés lehetőséget adja a játékvezetők kezébe, és a szurkolóknak az igazság érzetét legjobban szolgálja. De azt ne feledjük el, hogy a technika önmagában nem oldja meg az embernek a problémáját, és most hagyj csinálják egy éles kardvágást. Legutóbb olvastam aztán Kínába a mesterséges intelligencia valami 14 vagy 16 darab acélrudat szúrt bele egy emberbe. Tehát ne higgyük azt, hogy a technika mindent meg tud oldani az ember helyett. Ez az igazság keresése egy ördögűzés egyébként, mert az a kérdés, hogy kinek a szemszögéből. A videóbíró által meghozott döntést is sérelmezi az, akinek a kárára hozták. Én minden olyan technikát támogatok, ami segíti a játékvezetést. Ha ezt videóbírónak hívjuk, akkor is, viszont azt gondolom, hogy a használatát még tanulni kell, és nagyon sok olyan kérdést kell majd még feszegetni, és szakembereknek kell majd róla vitatkozni, labdarúgóknak, sportvezetőknek, hogy mi az ideális használata. Tehát lehet használni valamit nagyon jól, meg lehet használni valamit nagyon rosszul. Ez ugyanolyan, mint a telefon vagy a technikai eszközök. Van, aki ennek a rabja? Internet. Hogy? Így van. Igen, csak gondolj abba bele, ha ma leállna az internet a világon, mi lenne az emberiséggel? Káosz. Káosz nem ekkora. Hát megállna sok minden, megállnak a kórházak, minden, én azt gondolom a repülők, tehát minden. Reméljük, ilyen nem fog előfordulni, az viszont biztosan előfordul, hogy folytatjuk a beszélgetést Pól Sándorral, maradjanak velünk, jövünk vissza rögtön. Sztársáv a Retro Rádióban. Zenészek, sportolók, művészek. Este 9-től 1 órán keresztül. Házigazda Várkonyi Attila. Pól Sándor a vendégem, egy picit elkalandoztunk a videóbíró irányába, mindenképpen szóba szerettem volna ezt hozni, csak picit később. Palotai Károly, Pól Sándor, vagy éppen Kassai Viktor, mindhárom olyan játékvezető, akikről szó van, itt tényleg a labdarúgás elitjébe tartoztak, a legnagyobb mérkőzéseken vezettek, a legnagyobb stadionokban meccset. Én azt gondolom, hogy a játékvezetőnek a szabályismeret és a kiváló fizikai állapot mellett rendkívül fontos, hogy pszichológusnak is kell lenni, és én azt gondolom, hogy ebbe Pulcsanyi zseniális volt. Én többször láttam nagyon indulatos játékosok között, nagyon higgadtan, néhány kulcs szóval és testbeszéddel rendet teremteni. Ezt tanultad, örökölted, honnan ez a képesség? Szerintem a játékvezetést is könyvből nem lehet megtanulni. Tehát amit elmondtál, fizikailag fel lehet készülni, szabályokat meg lehet tanulni, de mellette azok az adottságok, amik ehhez kellenek, a empátiakészség, a pedagógiai képesség, a pszichológia, és én azt gondolom, hogy a testbeszéd az a legnagyobb könyv a játékvezető számára, mert egy játékosra ránézel, minden rá van írva az arcára. De a mozdulataiba, ugye, mert van egy nagyon jó angol szó, a body language, amit ugye nagyon sokat használ a játékvezetés, de én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy klasszikus közhelyet fogok mondani, a hatalommal élni kell, nem visszaélni. A hatalom az azért van, hogy tudd, hogy te irányítasz, te vagy a líder, te viszed az egészet, de akik játszanak, ők a fontosak. És a játékvezetés önmagában egy küldetés. Tehát azt, hogy én mindig azt tartom, és mindig azt hirdetem a játékvezetőknek, hogy nálam az a jó játékvezető, aki el van küldve egy meccsre, ha lehet, akkor tegyen hozzá a futballhoz valamit, hogy jobban szórakozzon a nézők. Ne legyen előszabály. Szereplő, így érted? Legyen szereplő, mert valamikor kell. Valamikor muszáj egy fél percig, vagy egy percig szereplőnek lenni. És azt tartom, hogy ha nem tud hozzátenni, akkor nem baj, csak ne vegyen el belőle. Tehát ez egy nagyon fontos küldetés, és órákon át tudnék erről beszélni, de én azt gondolom, hogy alkat, egyéniség kérdése, és a legfontosabb, nálad a pisztoly, de azt nem kell használni. Tudják, hogy nálad van, de ne használd. Ki volt a legbalhésabb játékos, akinek vezetti a meccset? Igazából nem is tudnék hirtelen megnevezni. Mindig volt, akivel voltak apró
nézeteltérések, de a legvége egy név nélkül kell mondjam, mert még él. 99 második fél évben vezettem egy mérkőzést, és oda mentem egy játékoshoz, és mondtam neki, hogy haragudjam, kicsit vegyem vissza, mert így nem akarok. Magázottál? Igen. Uh-huh. És akkor azt mondta nekem, hogy ne szóljon hozzám, mert zavar. Ezt mondta a játékos. Megálltam, és ott megfagytam egy pillanatra, majd aztán eltelt múlt az idő, jött vagy két-három általa vért szabálytalanság, és jött reklamálni, hogy hát bírósfori belém rúgtak. Picit ránéztem, vártam, mondtam, uram, ne haragudjon, ne szóljon hozzám, mert zavar. És akkor ezzel kivékültünk. Érdekes világ ez. És nagyon-nagyon különleges, és megvan az összes írott és íratlan szabálya. Innen folytatjuk a beszélgetést, nagyon szalad az időnk, Pul Sándor a vendégem, pedig nagyon sok minden történt az ő életében. Magyarországon és a nemzetközi játékvezetésben is mindent, és ezúttal tényleg nem túlzás ezt állítani, mindent elért. Maradjanak velünk, jövünk vissza rögtön. Hallgassa ön is az új országos retro rádiót, és közben keressen minket a Facebookon is. facebook.com/retrorádiómagyarország. Pul Sándor a vendégem, és elérkeztünk a beszélgetésünk végéhez. Sanyi, annyi nagy mérkőzés van a hátad mögött. Melyik volt számodra az igazi korona, amit azt mondanál, hogy ezzel megérkeztél? Nyilván a világbajnoki döntőt kell mondanom, hisz azt gondolom, egy játékvezetői pályafutásnak az a csúcsa. Bármennyire is azt mondom, hogy attól voltak jobb mérkőzések az életemben. Ezért kérdeztem, mert nyilván ezt mondaná egy laikus, csak kíváncsi voltam, hogy neked melyik jelentősöket. Világos, hát nyilván top az 1994, Los Angeles, olasz, brazil, VB döntő. A legjobb is nekem az a 1996-os Európa-bajnokságon a régi Wembley-be, egy Anglia-Németország, ami tulajdonképpen ugye elődöntője volt a Európa-bajnokságnak, és a 215 perces extra time hosszabbítás az még fölért még egy mérkőzéssel. Az nekem nagyon szép emlék, jól is sikerült, jó mérkőzés is volt, úgy előttem van, Stefan Kuntz jött egy szöglet, akkor még volt ez a hosszabbításban, hogyha gól van, akkor vége. Aranygól. Golden gól, így igen. Van, és beívelték a szögletet, a Kuntz két kézzel ellökte a védőt, ugye azért ne feledjük el, hogy enyhe 85 ezer ember a stadionba, síri csönd, már a Kuntz felsőtette a kezét, hogy nem örült, mert én akkor belefújtam a sípba, amikor jött befelé a szöglet, befejelt a hálóba, keze lent, stadion síri csönd, megfogyott a világ, aztán egyszer csak elkezdtek éledezni, hogy hát a gól az nem érvényes, és akkor újra élet jött a stadionba. Az egy örök emlék nekem az a mérkőzés, nagyon jó sikerült, meg hát azt gondolom, hogy az Savard Borsát megmutatta a játékvezetésnek, és ugye ilyenkor mindig azt kérdezik meg, hogy hát miért csinál valaki, vagy mi ebben a játékvezetésben a poén. Az egy dolgot hagyd mondjak el, amikor Los Angelesben vége volt a VB döntőnek, akkor olasz és brazil szurkolók egymásba karolva, meccserélve mentek. Én azt gondolom, hogy az a legjobb üzenete, hogy mit csináltál akarta a pályán. Én is ezt gondolom, Sanyi. Mivel töltöd az idődet? Láttunk a tévében, ugye a sporttelevízióban szakkommentátor. Ott se könnyű a dolgot, különösen ha magyar vonatkozású mérkőzések vannak, mert mit tudsz mondani? De mi az, amivel még ezen kívül foglalkozol? Hát most egyre kevesebb aktív életet élek a lehetőségekhez képest. Nyilvánvalóan a játékvezetéssel foglalkozom napjainkban is, de sporttelevízióban mondjuk csak egy szösszenet, épp a videóbíróval kapcsolatosan, hogy hatodik kamerálásból lehetett látni, hogy nem volt büntető, a videóbíró mégis megadta. Tehát csak azért, ez melyik mérkőzés volt? Ez konkrétan egy, ha jól emlékszem, most vissza, azt hiszem Nürnberg mérkőzés volt, és a Dortmund, de rögtön utána jött egy Fortuna Düsseldorf mérkőzés, szintén a Dortmund. Tehát itt az a baj, hogy német bajnokságban már használják a videóbírót, és nem mondanám, hogy százszázalékosan jó a tapasztalat. Én azt gondolom, hogy kell még idő ahhoz, hogy ez jól működjön, még egyszer, de azt gondolom, hogy sokat segít a játékvezetésem. Sanyi, köszönöm, hogy eljöttél. Nagyon sok sikert és jó egészséget kívánok. Pul Sándorral beszélgettünk, az egyik legsikeresebb magyar játékvezetővel, világbajnoki döntőt vezetett. Micsoda két csapatnak, az olasz és a brazil csapat találkozóján fújta a sípot. Minden jót neked. Köszönöm szépen, és minden jót kívánok kedves rádióhallgatóknak. Önök a Retro Rádiót hallgatják, Andinak, Katának és Zsoltinak köszönöm szépen a közreműködést. Horinnak kívánunk nagyon kellemes estét, önöknek pedig minden rádióhallgatónak csupa csodát, hallgassák tovább a Retro Rádiót, én búcsúzom, és ahogy nagymamám mondta, ne feledjék, minden jóra fordul, csak egészség legyen. Retro Rádió.